Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Templom szentelés, 100 millió forintból újult meg a Majosi Katolikus Közösség temploma. Fedorka sose volt versnap, 10. alkalommal rendezték meg az országos megméretetés Szekszárdon. Magyar Enduro Bajnokság Tamásiban 6-tól 70 éves korig képviseltették magukat a versenyzők. Szüreti Fesztivál Dunaföldváron, Borutca, játszóház és kézműves vásár is várta az érdeklődőket. 2 év után újra szentmisére kerülhetett sor a Majosi Katolikus templomban. A közösség ima helyét 100 millió forintból építették újjá a miniszterelnökség anyagi támogatásával. A megszentelésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte, a kormányzat 2010 óta fontos ügyként kezeli a Kárpát-medencei templomok és közösségi terek korszerűsítését és létrehozását. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Szent Ágoston gondolatával adta át a majosiaknak a felújított katolikus templomot. Arról is szólt, ez a felújítás az összefogás és a hit ünnepe, melyben az országos, a helyi politika és az itt élő civilek közös akarata érvényesült. Arról is beszélt, a kormányzat 2010 óta kiemelten kezelte a Kárpát-medencében a közösségi és egyházi épületek építésének és korszerűsítésének ügyét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy erős közösségeket építsünk itt Magyarországon a Kárpát-medencében, mindenütt, ahol magyarok élnek. Ez is ezt a célt szolgálja. Az elmúlt időszakban 2010 óta körülbelül 3000 új templomot, felújított templomot, egyházi közösségi teret tudtunk átadni Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Filóni Ferenc Ivolya polgármester azt mondta, az itt élők számára ez a hely nem csak a hitélet megélésének helyszíne lesz. Nem csak templomként fog ezentúl funkcionálni, hanem egy közösség helyszíne is lesz, és én bízom abban, hogy az az erős identitás, ami a Majosiban van, még tovább tud erősödni azáltal, hogy lesz egy olyan méltó helyszín, ahol ők összejöhetnek és találkozhatnak. Szerintem ez a legfontosabb. Az Atyának, a Fiúnak, a Szent Léleknek áldása szálljon le rá, maradjon rajta mindörökké. Felföldi László megyés püspök mondott áldást és szentelte újjá a majosiak templomát. Az egyházi vezető arról is beszélt, a közösségek újjáépítése most közös feladat. Nagyon boldog vagyok, hogy itt tényleg a templom, a közösségi ház, az itt élőknek a közösségi tere együtt lesz, találkozik, mert így fognak valójában erősödni és egymást segíteni. A majosiak templomának építése 2 esztendőt vett igénybe, és 100 millió forintos költségvetésből valósult meg, melyet a miniszterelnökség külön keretből biztosított. Az elmúlt 3 napban 1183 új fertőzöttet igazoltak idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 821.261 főre nőtt a beazonosított megbetegedések száma. Elhunyt 20 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.171 főre emelkedett. 478 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 71-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.879.000-en kaptak. Tolna megyében 7 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén, így a járvány kezdete óta összesen 17.916-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Várhatóan napokon belül befejeződik az az útépítés, mely nyáron kezdődött el, és az 56-os főút Bátaszéken átívelő szakaszát érinti. A korszerűsítés után megújul a teljes útfelület, és korszerűbbek lesznek a buszbeállók is. Ezzel párhuzamosan a Magyar Közút Nonprofit Kft. A városhoz csatlakozó közutakon is fejlesztéseket hajt végre, melyek a tervek szerint a tavasz folyamán fejeződnek majd be, mondta el Bence Szabolcs, a cég Tolna megyei igazgatója. A beruházások összköltsége megközelíti az 1,4 milliárd forintot. Ilyen az 51-15-ös számú Alsónyéki út, az 55-13-as számú Bátaszék keleti bekötőút, illetve az 55-ös út több mint 6 km szakasza ugye Alsónyéktől Pörbölyig. Ezek az utak teljes felújításra kerülnek, úgy mint a burkolat megerősítés, a patkák, vízelvezető árkok, illetve az 55-ös úton egy híd teljes elbontása és újraépítése.
Második alkalommal jelent meg hétvégén Szekszárd új közéleti havi lapja, a Szekszárdi Napló. Az ingyenes újság terjesztésével viszont problémák voltak korábban, az újságot ugyanis a Tolnai megyeszékely több részére nem kézbesítették ki. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai ezért azt kérik, hogy aki most sem kapja meg a Tolnai megyeszékely havi közéleti lapját, az jelezze e-mailben a szekszárdi.napló@szekszard.hu címen, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban. Megtartották a 10. jubileumi Fedorka Sose Volt Versnapot. Az országos versenyt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban rendezték meg, ahol 104 gyerek mérte összetudását és előadókészségét. A tavalyi évvel ellentétben idén a határon túlról is érkeztek versenyzők. A zsűriben ült Wigman Alfred, Nívó és Radnóti díjas rendező, aki kiemelte, fontos, hogy kortárs versekkel is megismerkedjenek a gyerekek. És ha 100-szor is becsapnak, és 1000-szer is csalódom abban, kinek szívemet, mint álmából a rózsát kitakartam. Körösi Róbert Hajdunánásról érkezett. Ő egy Vihar Béla és egy Garai Gábor verse rá színpadra. A jövő ígéretes gyermekeiért idén 10. alkalommal rendezték meg a Fedorka Sose Volt Versnap országos találkozóját a Szekszárdi Babits Mihály Művelődési Központban. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Tehetségprogram és a Magyar Versmondók Egyesülete is támogatta. A szavaló verseny Gyarmati Jászmin Magyarország című dallal nyitotta meg. Csizmazia Ferencné szervező elmondta, a verseny célja, hogy lehetőséget nyújtson a találkozásra azon fiatalok és tanáraik számára, akik szeretik az irodalmat és a verseket. Az idei évben már határon túlról is, sőt, tavaly évben is már érkeztek hozzánk határon túlról is jelentkezések. Ugye akkor a pandémia eltörölte annak a lehetőségét, hogy ők ellátogathassanak hozzánk. Ma azonban megérkezett a kolozsvári versenyzőnk is, illetve felvidékről is jöttek hozzánk. Csizmazia Ferencné azt is elmondta, hogy nagyon sok fiatal van, akik évről évre visszajárnak a versenyre, és szép eredményekkel térnek haza. A színvonalas rendezvény reggeltől estig tartott, ahol 4 korcsoportra bontva a 7 évestől egészen a 18 évesig mérhették össze tudásukat, tehetségüket a gyerekek. Azt ösztönzi a verseny, hogy kortárs költő legyen, hiszen nagyon fontos, hogy a kortárs költészet ott legyen a ajkainkon, a szívünkbe, mert hiszen ők, a kortársak felelnek a mai helyzetre. Tehát ugye a régi klasszikus költők fontos emberi pillanatokat fogalmaznak meg, ők pedig a ma életet ugye viszik át, sűrítik egy-egy versben. Az idei versnapra 87 településről 307-en neveztek, ebből 117 gyerek jutott be az országos döntőbe, és közülük 104 gyerek szavalhatta el a választott verseit a zsűrik és a közönség előtt. Valamennyi versenyző minősítő oklevélben részesült, emellé a szombati nap emlékére kaptak könyvekkel, édességekkel teli ajándékcsomagot is. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 579, szombaton 319, vasárnap 400 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a katonák és a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén az idei évben az eddigi legtöbb 2847 hatásértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 38 gyanúsított ellen indult eljárás, derült ki a rendőrség összesítéséből. A Magyar Enduro Bajnokság 5. és 6. fordulóját rendezte meg a Tamási Enduro és Motocross Egyesület a hétvégén. Több mint 100-an álltak rajthoz a sokféle akadályból és kihívásból álló versenyen. A szervezők a sport történetében először rendeztek szupertesztet, ami a Rally Prolog részéhez hasonlítható. Több mint 100 motoros versenyzett szeptember 25-én a Tamásiban megrendezett Magyar Enduro Bajnokságon. A rajthoz állók 6 éves kortól egészen 70 éves korig jelen voltak az akadályokkal tűzdelt pályán. A szervezők 2020-ban rendezték meg először azt a versenyszámot, ami azóta teret kapott más versenyeken is. Tudtuk meg a Tamási Enduro és Motocross Egyesület elnökétől, Dravec Balástól. A tavalyi évben találtuk ki, hogy nálunk először Tamásiban rendezünk mini endurót. És ez egy nagyon jó döntés volt, mert
hát most már azóta minden versenyen van mini enduro. Ugye ebbe van a, azt mondhatom, a 6 éves korosztálytól, illetve az 65 köbcentiméteres kategóriától egészen a 85 köbcentiméteres kategóriáig. Ők már 15-16 évesek is lehetnek. A megmérettetésen nem csak az anyaországban élő magyarok vettek részt. A 2020-as Dakar Rally Mail Moto osztály nyertese. A romániai magyar származású Emmanuel Gyenes is rajthoz állt a Magyar Enduro Bajnokság Tamásiban megrendezett futamán. Úgy nyilatkozott, szívesen ad tanácsot a sporttársainak, és segít, ha bajban vannak. Ma is egy versenyzőtársam első körbe, az első 2 kilométerbe leesett egy hídról, beesett a nádasba, és egyből megálltunk, két motoros, és kisegítettük is, hogy menjen ő is tovább. Tehát azért ilyen dolgokban segítjük egymást, és úgy, mint tanácsokkal, meg mindenen nincs, így nincs az a nagy rivalizálás. A szervezők számára a legjobb visszajelzés, amellett, hogy egyre több nézőt vonz a verseny, hogy a motorosok évről évre visszatérnek a Tamási pályára, hangsúlyozta Ódor Gábor versenyigazgató. Mindig próbálunk itt Tamásiba egyet úgy előre lépni itt a szervezésben és a látványosságban, hogy mindenki emlékezzen, hogy na, azért Tamásiba volt ez is, volt az is, és ezért is próbáltuk itt ezt összerakni, hogy kicsit élvezetesebb legyen mind a versenyzők, mind a nézők számára. A kétnapos rendezvény jó időben, jó hangulatban és nem utolsó sorban nagyobb baleset nélkül zajlott Tamásiban. A hétvégén több közlekedési baleset is történt Tolna megyében. Szombaton egy motoros és egy személygépkocsi vezetője ütközött össze az 5603-as út Bátaszék felé vezető oldalán. Az autó lassított, mert vadak álltak az útszélén. Ezt a motoros későn észlelte és neki ütközött a gépjárműnek, majd a füves útpatkára esett. A balesetben a motorvezetője súlyosan megsérült. Vasárnap egy gépkocsi a késő esti órákban a 61-es főúton Tamási irányába tartott, amikor a sofőr ismeretlen körülmények között a jobboldali útpatkára hajtott. Elveszítette uralmát a járművel felett, és az autó az oldalára borult. A személygépkocsi vezetője nem használta a biztonsági övét. Információink szerint súlyosan megsérült. Az elmúlt 48 órában további 8 anyagi kárral végződő baleset történt Tolna megyei útjain. Idén Dunaföldváron a piac és rendezvénytéren tartották a Szüreti Fesztivált, melyen kézműves vásár, borutca, játszóház és koncertek mellett a már hagyományos Város Bora borversenyt és a Szüret ízei főzőversenyt is megrendezték, de nem maradhatott el a szüreti felvonulás sem. 8 bográcsban rotyogott a Szüret ízei főzőverseny résztvevőinek finomabbnál finomabb és változatos étele. Volt ki kakas, birka, csülök vagy éppen körömpörköltet főzött, de akadt babgulyás is a tűzön. Egyesületek és baráti társaságok fogtak fakanalat. A győztes jutalma egy bográcsos marcipán torta volt, melyet a Dunaföldvári Vöröskereszt szervezete nyert meg. Ők vegyes disznópörköltet készítettek. 4 kiló csülök volt, 6 kiló lapocka, és hát természetesen magyar fűszerekkel tettünk bele, hát sóbors, paprika természetesen, akkor egy kis lecsó, köménymag, egy kis babérlevél és fokhagyma. 45 éve rendezi meg a Kertbarát Egyesület a Városbora versenyét, melyet neves szakértők bírálnak. Ennek az eredmény hirdetését a Szüreti Fesztiválon tartották. Révész István vörös, Bajnok József fehér és Rozé Bora lett a nyertes. E három kategória mellé 2 éve az Otello is bekerült a repertoárba. Ebben Vicai János Bora vitte el a pálmát. Az Otello Dunaföldváron nagyon elterjedt szőlőfajta, valamikor a filoxéra vész után került hazánkba, és ha valakinek be kell azonosítani Dunaföldvárt, akkor a Spenót, a Dunahíd és az Otello talán ebben a sorrendben. A színpadi programok mellett idén sem maradhatott el a több évtizedes hagyománnyal bíró szüreti felvonulás. Lovasokkal, kocsisokkal, mazsorettekkel, fuvoszenekarral, néptáncosokkal. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Elítélt pedagógus, felmentett rendbontók, az állásával fizethet a pécsi tanár. Szabad a tangó Pécsen, megsemmisítették a 100 éves helyi rendeletet. A világ legcsípősebb paprikái Somogy megyéből, több mint egy tucat csilifajtával foglalkoznak Nagyatádon.
Veszélybe került az állása annak a pedagógusnak, aki pontosan egy éve tartott vissza egy balhézó fiatalt a Pécsi Nevelési Központnál, az eset országos botrányt kavart. A kötekedő és az iskola területén dohányzó, egyébként külsős tizenévesek fenyegették a pedagógust, aki a távozásukat akarta elérni. Végül az iskola egyik takarítója összeverekedett az egyik hangadóval, amit telefonnal rögzítettek és az országos ismertségre tett szert. A bíróság az ügyben a takarítót és a tanárt marasztalta csak el, a rendmondók felmentést kaptak. Az ítélet miatt kirúgás fenyegeti a kertvárosi pedagógust, aki csak a rend helyreállítására törekedett. Megláttuk anyama, és elsírtam magam. Nagyon rossz volt így látni, hogy a semmiért. Ez van. Mondta egyik volt diákja Jancsula Dezsőnek pénteken, miután az egyik online újság cikkéből, videójából megtudta, hogy elítélték a pedagógust. Ő az a magyar történelem szakos tanár, aki a pécsi ANK-ban tanít. Pontosan egy éve az iskola területén dohányzó 16-18 éveseket szólította fel arra, hogy hagyják el a területet, ne cikizzenek a gyerekek között. A fiúk azonban körbevették, szidalmazták. Ekkor az egyik karbantartó takarító az iskolából összeverekedett a bandából az egyik hangadóval. Jancsula Dezső egy másik rendbontót tartott vissza, a táskája pántját fogva, és az igazgatóhoz akarta vinni. Később kiderült a bíróságon, hogy ez hiba volt. A verekedés garázdaság vétsége lett, amire megint büntették a takarítót, a fiút felmentették, aki először ütött. Az sem probléma, hogy dohányoznak az iskola területén, amit ön se tehet, meg én se tehettek, büntethetők vagyunk. És ez a cselekedet az én visszatartó magatartásom, azt a minősítést kapta, hogy személyszabadságon korlátozás. És ez viszont nem garázdaság, hanem bűncselekmény. Mivel bűncselekmény, ez azt jelenti, hogy az iskolának mérlegelés nélkül fel kell függesztenie a pedagógust a munkavégzés alól. Magyarul nem taníthatna tovább. Jancsula Dezső fellebbez az elsőfokú döntés ellen. Ebben segítséget kért Kővár János képviselőtől, akit már két évtizede ismer. Az igazságügyminiszterhez is fordulok egyébként levélben, hogy ennek a jogszabályi hátterét is érdemes felülvizsgálni, úgyis nem az első eset, amikor ugye tanárt, még az osztályteremben is van, ahol bántalmaznak, és tanárnak nincs eszköz jóformán a kezébe. Vagy hogyha megteszi, hogy visszafog valakit, hogy nem tudom én, ne verekedjen, ne bántsa a gyereket, akkor még őt ítélik el, ez egészen elképesztő, ez nem fordulhat elő. Tehát nyilván itt jogszabályoknak is majd utána kell nézni, de most mindenek előtt szeretnénk, hogyha a tanár úr megfelelő védelmet kapna. Én úgy látom, hogy a kertvárosiak mind mellette vannak, és ez nagyon jó ezt látni. Első fokon 170 ezer forintos büntetésre ítélte a bíróság a tanárt a személyi szabadság korlátozása miatt. Ha befizeti a pénzt, akkor elismeri, hogy bűncselekményt követett el, és elveszti a munkáját. Fellebbezett és a másodfokú bírósági tárgyalásra vár új védőjével együtt. Ez az a terület, ahol az incidens történt. Nincs kerítés, de ez az iskola udvarának számít, nyitottra építették az akkori tervek szerint. Ezért tudnak ide bejárni a dohányosok, bajkeverők. Érdekesség, hogy először tanúként hallgatták ki a tanárt, majd az ügyész javaslatára lett vádlott, majd elítélt az ügyben, amiért visszatartott a dohányzómit fenyegetőző tizenévest tavaly szeptemberben a pécsi ANK udvarán. Újra lehet törvényesen tangózni Pécsen, ugyanis a város közgyűlése hatályon kívül helyezte azt a helyi rendeletet, mely betiltotta ezt a táncot közel 100 évvel ezelőtt. A keddi közgyűlés után csütörtökön Pécs főterén a tangóról szólt minden. Itt bárki próbálkozhatott a tánclépések elsajátításával, szakavatott vezető segítségével. A tangós rendelete. És pont. Köszönöm. Ezzel zárta le a tangó tiltásának feloldásáról szóló helyi rendelet szavazását Pécs alpolgármestere. A formailag még érvényben lévő jogszabály megszüntetésében mindegyik politikai oldal egyetértett a keddi közgyűlési ülésen.
Csütörtök délután már a tangó ünnepét tartották a Baranyai megyeszékhely főterén. Profi és amatőr táncosok, tánctanárok tangóztak élőzenére. Bemutatva ezt az egykori pécsi tiltórendelet szerint erkölcstelen táncnak a lépéseit. A Vecsési Tangó Stúdió vezetője néhány éve hallott a tiltórendeletről, amikor Pécsen járt. Az egyik barátom megkért, hogy hát jöjjek le, és hát ott csináljunk egy ilyen kis tangórendezvényt. És ezen a tangó rendezvényen összeismertettem egy nagyon dinamikus úriemberrel, aki azt mondta nekem, hogy hallottam-e, hogy Pécset 1922-ben kitiltották a tangót. Mondom, ez egy nagyon érdekes történet, és akkor úgy leültünk, és úgy átbeszéltük, mi lenne, hogyha erre valahogy ráhúznánk egy ilyen eseményt. Hát éppen ez az esemény most 3-4 évvel később ugye megvalósult, és itt vagyunk a téren, ami számomra egy hatalmas nagy öröm. A tangó egy nagyon intim, bensőséges mozgásforma, ez válthatta ki az ellenzők haragját annak idején. Ahol azt kell, hogy mondjam, hogy a követőt, mert ugye a követőnek hívjuk, akivel táncolunk és vezetők vagyunk, ugye nagyon a személyes érintési körünkbe bevisszük. Hát ez annak idején abban a társadalomban ez valahogy nem csúszott le, és hát gondolom, hogy azok a körök, akiknek ez valahogy nem tetszett, azok megtettek minden lépést, hogy ez végül is betiltásra kerüljön. Most 2021. szeptember 23-án azonban már legálisan tangózhattak Pécsen az emberek. Sokan kipróbálták a lépéseket, sokan pedig érdeklődve figyelték a táncosokat a tangó ünnepe elnevezésű eseményen a pécsi Széchenyi téren. Egyre többen termesztenek csili paprikát Magyarországon. Somogy megyében egy nagyatádi kisterem előtt tavaly kezdett el foglalkozni ezzel a fűszernövénnyel. Ültetvényéről nem hiányzik a világ legerősebb paprikája sem. A csili egyébként jótékony hatással is bír, a benne található vegyület számtalan gyógyszer alkotó eleme. Ők szép zöld karanyári iperek, ők még nem értek be. Ők hivatalosan a világ legerősebb paprikái. Onnan lehet őket megismerni, hogy kis farkincát növesztenek. A 2013 óta Guinness rekorder chili paprikát egy dél-karolinai üvegházban nemesítették, a korábbi világcsúcs tartónak a fajtából és a piros habanero paprikából. Így kapta a karolinai kaszás méltán híres nevét. Csak nem 2500-szor erősebb a Magyarországon tartott hegyes, csípős társánál, meséli Frückwirth Felicián, nagyatádi kistermelő. Sokan azt hiszik, hogy az erre meg a magjai csípnek a paprikának. Valójában a paprika belső falán van egy ilyen fényes felület, ilyen kenhető olajos vegyület, mert ő a kapszaicin csípőségét ő adja. A paprika félék erősségét egy skálázott rendszer alapján határozzák meg, amelyet egy amerikai kémikus dolgozott ki. A Scoville skála mutatja meg, ez egy relatív skála. Ez azt mutatja meg, hogy hány egységnyire kell felhigítani, ahhoz, hogy a csípőségét ne lehessen érezni. Nyilván laborba be lehet mérni pontosan, tehát meg lehet ezt határozni. Igazság szerint, ami még úgy fogyasztásra alkalmas, azok például habanero fajták, erősen citrusos jellegűek, gyümölcsös, édes, kisebb ízvilág. Mintegy 1000 tőről 13 fajta chili paprika érik be hamarosan ebben a fólia sátorban. Apokalipszis. A Scoville skálán egy közép felett egy kicsivel följebb van. A nagyatádi kistermelő tavaly fogott bele a fűszernövény termesztésébe, és idén ezzel a piros olasz fajtával bővítette gyűjteményét. A különleges chili paprikák nevelése nem egyszerű feladat. Rendkívüli odafigyelést igényel a megfelelő tápanyag biztosítása, és bár szeretik a napfényt, az extrém hőséget a chili paprika sem kedveli. A magas páratartalom gombás megbetegedésekhez vezethet, eldobálhatja a virágait, tehát ugye magas hőmérséklet, a kálciumot se úgy veszik fel, úgyhogy folyamatos gondozást igényelnek, és hát észnél kell lenni, amikor termeli az ember, mert könnyen a palántáiba kerülhet. A leszüretelt chili paprika felhasználásának csak a képzelet szabhat határt, pikán szószok, őlemények, sőt még frissítő szörp is készíthető belőle. A chilinek számtalan jótékony hatása ismert, Indiában például megfázásra teát főznek belőle, rengeteg fájdalomcsillapító krémalkotó eleme, továbbá több kutatás is megerősítette, hogy a kapszaicin hatékony a rákos megbetegedések elleni küzdelemben is. Végül nézzük, Főbb Tolna megye híreinket még egyszer röviden.
templom szentelés 100 millió forintból újult meg a Majosi Katolikus Közösség temploma. Fedorka sose volt versnap, 10. alkalommal rendezték meg az országos megméretetés Szekszárdon. Magyar Enduro Bajnokság Tamásiban 6-tól 70 éves korig képviseltették magukat a versenyzők. Szüreti Fesztivál Dunaföldváron borutca, játszóház és kézműves vásár is várta az érdeklődőket. Kedden változóan felhős, napos, meleg időre lehet számítani, legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge zápor eső. Élénk északi szél várható, éjszaka csapadék nem hullik, változóan felhős lesz az ég. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!